Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Gyöngyösi TV nézőit és minden kedves nézőnek és családtagjának. Áldott, kegyelemben gazdag, karácsonyi ünnepet kívánok! Mai alkalommal, karácsonykor Jézus születéséről fogunk egy picit elmélkedni. Mit is jelent számunkra ez a születés? És egy kicsit megpróbáljuk megközelíteni Szent Ferenc lelkületével karácsony misztériumát, karácsony ünnepét. Hogyha elgondolkodunk egy kicsit a karácsonyon, akkor azzal is találkozunk, hogy bizony a mai időkre úgy kikopott a karácsonyi ünneplésből maga Jézus Krisztus. Nagyon előtérbe kerülnek a különféle kereskedelmi dolgok, a vásárlás és az egyéb szempontok, de valahogy úgy érezzük, hogy már Krisztus kikerült ennek a középpontjából, hogy nem is arról a Jézus Krisztusról szól ez az ünnep, aki elhozhatja számunkra az igazi világosságot, hanem minden egyéb másról, minden egyéb olyan dologról, ami nem annyira fontos és nem annyira lényeges. Aztán ugye elfelejtettük azt is már lassan, hogy mit is jelent az adventi szent időszak, ami a várakozásnak az időszaka, éppen azért, hogy ünnepélyesebben a várakozás után olyan örömteli lélekkel tudjuk megünnepelni karácsony szent ünnepét. Ha egy kicsit beletekintünk a kereszténységbe és a kereszténységnek a kultúrájába, illetve a különféle kultúrákkal való találkozásába, akkor azzal is találkozunk, hogy a kereszténység mennyire átalakította a dolgokat, átalakította az ember életét. Hát gondoljunk csak arra, hogy karácsonyt éppen decemberben ünnepeljük, akkor, amikor a legrövidebbek a nappalok, amikor úgy érezzük, hogy olyan sötétség van körülöttünk, és éppen akkor születik meg az igazi világosság, a fény, maga Jézus Krisztus, aki a világba jön, és aki eloszlatja a világnak a sötétségét. Vagy gondolhatunk arra a momentumra, amikor Szent Ferenc atyánk Grecsóban megjeleníti a karácsonyt, és ezt a részt majd föl fogom olvasni Cselánói Tamás könyvéből, Szent Ferenc életrajzából. Vagy gondolhatunk a karácsonyfára, amely ma már olyan szimbolikussá vált, ami számunkra ugyanakkor a kezdetekkor még nem volt meg, még nem volt olyan fontos. Mit is takar Szent Ferenc lelkülete, és hogyan is próbálja Szent Ferenc atyánk megünnepelni a karácsonyt, milyen lelkülettel? Nagyon fontos, amikor ezt a kérdést föltesszük, megnézi Szent Ferenc atyánknak a gondolkodását Istenről és az isteni titkokról. Szent Ferenc föltesz egy nagyon fontos kérdést, mégpedig az, hogy ki vagy te, Uram, édes Istenem, és ki vagyok én, a te hitvány szolgád. Mondhatjuk azt is, hogy ez a két gondolat Szent Ferenc atyánk gondolkodásának a tengelye. Amikor Ferenc Istenről beszél, akkor nem egy távoli dologról beszél, hanem egy tapasztalatról. Egy tapasztalatról, amelyet megtapasztalt, egy olyan tapasztalatról, amelyet megélt ez alatt a földi élete idején. Aztán elmondja, hogy feléje és felénk milyennek is mutatkozik az Isten. Isten kinyilatkoztatja magát, kinyilatkoztatást ad magáról, megismerhetjük az Istent Jézus Krisztusban. Aztán Jézus eljövetele, a világra való születése akkor nyer értelmet, vagy akkor érezzük igazán át ennek a fontosságát, hogyha megtapasztaljuk azt is, illetve elhisszük, hogy Jézus azért jön, hogy átalakítsa ezt a világot, hogy változtasson azon az irányon, amelyen az ember elindult, hogy megváltoztassa ezt az irányt, megváltoztassa az értékrendünket, hogy kiemelje azt, hogy mi az igazán lényeges és fontos a mi életünkbe. Aztán meglátjuk azt is, hogy Jézus a szolgáló szeretetnek az örömét hozza el a mi számunkra. Isten országát közvetíti a mi számunkra, Isten országát, amely reményt jelent a mi számunkra, de egyben küldetést is. Aztán békét kell hirdetnünk, ahogy Szent Ferenc atyánk mondja, hogy mindig a béke hírnökeivé kell lenni a keresztény embernek, hiszen a fiú legyőzte a világot. Szent Ferenc atyánknak nagyon a lelkületében mindig benne van az, hogy amit úgy átél, az valamilyen módon jelenvalóvá akarja tenni. Valamilyen módon meg akarja azt mutatni a világnak, persze olyan módon, hogy az ember értsen belőle, és hogy meglássa ennek a titoknak a csodálatos szépségét.
Így történt Grecsóban is, ahol Szent Ferenc megünnepeli a karácsont, és jelenvalóvá akarja tenni Jézus Krisztusnak a születését. Most ezt a részt fogom felolvasni, amikor Szent Ferenc Grecsóban a Úr születésnapját ünnepli. Szentünknek legfőbb törekvése, legforróbb vágya és legelszántabb eltökélése az volt, hogy mindenütt és mindenben megtartsa a Szent Evangéliumot, és tökéletesen, teljes éberséggel, teljes odaadással, elméjének teljes megfeszítésével és szívének minden rezdülésével kövesse a mi Urunk Jézus Krisztus tanítását és utánozza példáját. Egy pillanatra sem szűnt meg tehát szavairól elmélkedni, és beható szemlélődéssel szüntelenül szem előtt tartotta cselekedeteit. Különösen a megtestesülés alázatossága és kínszenvedés szeretete fészkelte be magát olyan mélyen emlékezetébe, hogy mellettük alig tudott másra gondolni. Ebből a szempontból különösen nevezetes és emlékezetre méltó az az ünnepség, amelyet halála előtt 3 esztendővel Grecsó városka határában a mi Urunk Jézus Krisztus születésnapjának tiszteletére rendezett. Élt azon a környéken egy bizonyos János nevű jóhírű, de még jobb életű ember. Boldogságos Ferenc nagyon szerette ezt az embert, mivel bár nemessége révén messze földön nagy tekintélynek örvendett, a vér nemességét semmibe sem véve, egyedül a lélek nemességére törekedett. Boldogságos Ferenc, mint már azelőtt is többször megtette, karácsony előtt vagy 15 nappal magához hívatta János urat, és így szólt hozzá. Ha azt akarod, hogy az Úr közelgő ünnepét Grecsóban üljük meg, úgy csies, és szorgalmasan tégy meg mindent, amit mondok neked. Meg akarom ugyanis eleveníteni a betlehemi kisded emlékezetét, és tulajdon testi szemeimmel akarom szemlélni gyermeki korlátoltságának kényelmetlenségeit, látni akarom, hogyan helyeztetett a jászolba, és hogyan feküdt az ökör és a szamár előtt a szénán. A derék és hűséges ember a parancs hallatára gyorsan elsietett, és a kitűzött helyen előkészített mindent, amit a Szent kívánt tőle. Eközben elérkezett az örömnapja, megjött az örvendezés ideje. Megérkeztek a különböző helyekről odahívott testvérek, úgyszintén a környék lakói, férfiak és nők, tehetségükhöz képes mindenki gyertyát vagy fáklyát tartotta kezében, hogy örvendező lélekkel bevilágítsa az éjszakát, mely ragyogó csillagaival fényt hintett a napok és esztendők vége láthatatlan sorára. Megjött Isten szentje is, és mivel mindent készen talált, látta és örvendezett. Készen állott a jászol, ott volt a széne, oda vezették az ökröt és a szamarat. Ünnepelt itt az egyszerűség, vigadozott a szegénység, fölmagasztoltatott az alázatosság, és Grecsó mint egy új betlehemmé alakult át. Az éjszaka fénylik, mint a nappal, és gyönyörűségre szolgált az embereknek és állatoknak egyaránt. Az odaérkező emberek újult örömmel örültek a titok megismétlődésének. Az erdő kiáltásoktól visszhangzott, a sziklák szentének hangját verték vissza. A testvérek az úr szokásos dicséretét zengték, és az egész éjszaka örömújongással telt el. Isten szentje megállott a jászol előtt, nagyokat sóhajtott, és közben a fájó részvét és túláradó öröm csatároztak szívében. A jászol fölött kezdetét vette az ünnepi mise, és a miséző pap szíve újszerű vigasztalással telt el. Isten szentje szintén magára öltötte a szerpapír ruhadarabokat, tudnélik szerpap volt, és csengő hangján megkezdte a Szent Evangélium éneklését. Hangja, erős hangja, behízelgő hangja, tiszta csengésű hangja, érces hangja a legnagyobb boldogság élvezésére hívogatta az összes jelenlévőket. Utána prédikálni kezdett a körülálló népnek, és mézédes igéket mondott a szegény Krisztus születéséről és a Betlehem kicsiny városáról. És íme megsokasodtak a megváltó mindenható ajándékai. Egy erényes férfi, élő, csodálatos látomást árult. A jászolban ugyanis egy élettelen gyermeket látott feküdni, mikor azonban Isten szentje odalépett hozzá, úgy tűnt, mintha a gyermeket, mint egy álomból új életre támasztotta volna, és nem is volt egészen alaptalan ez a látomás, mert láma kisded Jézus sokak szívében egészen feledésbe merült, most ellenben Isten kegyelméből szolgájának, Szent Ferencnek segítségével megint életre támadt, és kikerülhetetlenül mélyen belevésődött az emberek emlékezetébe.
Úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolgot mond el nekünk ez a rész Szent Ferenc lelkületéről, hogy karácsony ünnepe Szent Ferenc számára valóban az örömnek az ünnepe volt. A megtestesülésnek az ünnepe. Jézus emberré lett. És Szent Ferenc szerette volna ezt jelenvalóvá tenni, újból átélni 1200 évvel később azt a csodálatos titkot, amely Betlehemben megtörtént. És így gondolom, hogy mindannyiunk számára fontos az, hogy ezzel a Szent Ferenci lelkülettel próbáljuk meg közelíteni karácsony ünnepéhez, hogy megtapasztaljuk azt az életünkbe, illetve karácsony ünnepén, hogy ez a találkozás, ez egy olyan örömteli találkozás, amely fontos, hogy elfeledtessen velünk minden gondot, minden bajt, hiszen a megváltó az, aki megszületik, aki ide a világra jön. Hiszen aki karácsony ünnepét nem érti meg, aki karácsony ünnepét valóban nem tudja ünnepelni, az igazából nem is mondható kereszténynek, hiszen az nem tapasztalja meg azt a csodálatos gyengétséget, azt a csodálatos közelséget, amivel az Isten közénk érkezett. Isten rábízza az emberre magát, gyermekké lesz, hogy Mária és József gondoskodjon róla. Isten olyan kicsivé lesz, hogy megengedi, hogy mi kezünkbe vegyük. Isten olyan kicsivé lesz, hogy megengedi, kiszolgáltatja az embernek. Mégis ez az Isten az, aki az örök életet ajándékozhatja nekünk. Szent Ferenc ezt tapasztalta meg, és úgy gondolom, hogy a mi lelkünkben is fontos karácsony ünnepén ez az egyszerűség, ez a gyermekség, ez a játszás, hogy valahogy olyan játékos módon fölfogni karácsony ünnepét, hogy mennyi örömet és mennyi vígasztalást jelent a mi számunkra. Minden kedves nézőnek még egyszer áldott, kegyelmekben gazdag karácsonyt kívánok. Amen.